A várgesztesi német nemzetiségi önkormányzat 2021-es döntése volt, hogy a főutcán csaknem 100 éve álló kőkeresztet felújítsák. A németországi Mazuch Kurt és a várgesztesi Schwalkhammer Anna, mint annak idején többen is, ők is kivándoroltak Amerikába, majd gazdagon tértek Várgesztesre, ahol nagy házat építettek, és Dadon 200 holdas pusztát vettek. Annak idején itt egy fakereszt állt, és a Mazuch család, akik 1930-ban ezt a fakeresztet lecserélték a kőkeresztre. Tulajdonképpen a család az kikerült Amerikába, és ott onnan hazatérve gyakorlatilag ennek emlékére állították ezt a keresztet. Egy nagyon fontos dolog részben az, hogy a keresztet 100 éve látják az emberek, 100 éve elmennek mellette, megállnak, meghajolnak, és hát gyakorlatilag, amit a kereszt Magyarországon jelent, mindent. Gyakorlatilag elkészült, mert a kereszt áll, de még egy kis apró csinosítgatás van hátra, azt majd a közeljövőben még szeretnénk az idén befejezni. Mindig készülünk évvégén a hagyományos adventi találkozóra, és azt követően a megyében egyedülállóan szervezünk úgynevezett betlehemes Christkindli találkozót, ami hát egy csodálatos alkalom arra, hogy a megyei csoportoknak egy főpróba, egy felkészülés azelőtt, mielőtt ez valóban a falujukban megvalósul.